tudod, Ági, hogy ez hanyadik kiállításod? Jaj, Istenem, ez nagyon nehéz, de 10-nél biztos több, de lehet 20-nál is. Nem de tudom. Mi a önálló kiállítás, az ön 10-12. Hát itt a szép képek között elmondanád-e, hogy hogy választod a témáidat? Milyen képeket szeretsz festeni? Igen. Tulajdonképpen ezt mindig azt határozza meg, hogy mondjuk egy művésztelepen mi a témánk. Mert olyan telepekre járok, ahol van egy téma. Például mögöttem van ez a két kép, az volt a témánk, hogy színek és hangok. És akkor abból fest az ember egy pár képet, és akkor egy vagy kettő abból tényleg kép lesz, nem csak festmény. Vagy volt más témánk is, a természet szeretete, vagy a falevél, és ebből is a jó dolgokat lehetett csinálni. Újabban elég sok madarat festek, mert egy nagyon szép helyre, Bélmegyerre járok művésztelepre, a vadászkastélyba, a Bélmegyeri vadászkastélyba, és az most újítják föl eredeti állapotában, nagy rész már kész is van, és oda ilyen képek kellene, a darvak tánca a legutóbbi munkáim közül valók. Igen, de én úgy tudom, hogy portrékat is nagyon szeretsz festeni. Hogy kezdesz hozzá egy emberi archoz? Valóban a portré az a legkedvesebb témám, de ahhoz az kell, hogy valakit jól ismerjek. Tehát megfestem akkor is fényképről, ha kell, de akkor sikerül igazán, ha valakit jól ismerek. Na most a mesterem annak idején, Balogh Jenő, a képzőművészeti főiskolán tanított engem, azt mondta, hogy a portréfestés az szakma. Tehát az egy bizonyos szintig tanulható. És ha valaki akár varrónőként, akár asztalosként a szakma fortéjait megtanulja, ugyanígy egy portréfestésnél is meg lehet a fortéjokat tanulni. És akkor utána jön az a plusz, amitől esetleg egy portré valóban élni kezd. És ezért jó. Említetted, hogy az unokáimat megfestettem. Igen, fél évenként festem őket, 3 éves korokig, illetve festettem, mert most már nagyobbacskák. És olyan jó visszanézni, hogy milyenek is voltak. Itt is van majd két portréjuk, ajánlom figyelmedbe. Most itt Berekfürdőn itthon vagy szinte, hiszen Karcagon laktok ugyan, de Berekfürdő itt is. Milyen itt kiállítani? Itt nagyon örülök, hogy kiállíthatok, ugyanis évekig ez nem sikerült. És a falu új vezetése fölkért engem egy nagy lélegzetű kiállításra, közel 70 képemmel vagyok itt. És nagyon örülök, hogy megmutathatom. A berekiek megüzenték, hogy de legyen pipacsos kép is, mert ha nem lesz, nem jövünk. Úgyhogy gyorsan festettem még pipacsos képeket, hogy az is legyen. Igen, Ági, ahogy elnézem a képeidet, és ahogy végigkísértem a munkásságodat, te egy nagyon életigenlő és egy nagyon életszerető ember vagy. Igen, az a mai világban igen ritkaság. Általában a nyugdíjas emberek ilyen megkeseredettek. Te virulsz, szerintem. Imádok nyugdíjas lenni. Mindenre van időm. Nagyon jó. Nagyon jó. És örülök, hogy megtalált engem a festés. Mert valóban egyrészt nagyon sok embert megismertem ennek kapcsán, nagyon sok szép helyre eljutottam, és nagyon jó csinálni. Sokszor a férjem rám telefonál este 11-kor, hogy hol vagy? Nem, hol vagy? Nem jöttél haza? Ja, mondom, festek a műtermemben. Igen, tehát olyankor úgy múlik az idő, ha van löket, ihletnek hívják ezt ugyan, hogy észre se veszed. Félig holtam, de még félig ébren.
közben, ahol játszom egyedül a magány színpadán, embernek öltözzem.